Kelet-Ukrajnában az orosz barát lázadók hűtött vagonokba rakták a csütörtöki repülőgép tragédia áldozatainak földi maradványait, és állítólag Donyeckbe viszik azokat. Úgy tudni, a szeparatisták megkaparintották a két fekete dobozt is. A nyugati kormányok egyre nagyobb felháborodással figyelik, ahogyan bánnak a holttestekkel és a roncsokkal az orosz barát szeparatisták. Fegyveres orosz barát szeparatisták őrzik azt a szerelvényt, amelybe berakták a csütörtöki repülőgép katasztrófa 169 áldozatának a holttestét. Az EBSZ megfigyelői talázadók a hűtött vagonokhoz engedték ugyan, de be már nem mehettek. A fegyveresek az ukrán katasztrófa elhárítóktól erőszakkal vették el az áldozatok maradványait, miután azok két napon át feküdtek a mezőn, a tűző napon. Úgy tudni, Donyeckbe szállítják a szerelvényt. A nyugati országok vezetői aggodalmukat fejezték ki amiatt, ahogyan az összesen 298 áldozat holttestével bánnak. A holland külügyminiszter egyenesen azt mondta, hazáját felháborítja, hogy a halottakat ide-oda hurcolják. Franz Timmermans kijelentette, nem csak azoknak kell felelniük a törvény előtt, akik a rakétát kilőtték, hanem azoknak is, akik ezt lehetővé tették. Mark Rutte holland kormányfő pedig telefonon próbálta meggyőzni Vladimir Putyint arról, hogy bírja rá a lázadókat arra, hogy működjenek együtt a nemzetközi szakértőkkel. Megmondtam az orosz elnöknek, hogy még van egy utolsó esélye arra, hogy megmutassa a világnak, segíteni akar. Felelősséget kell vállalnia a lázadókért, és meg kell mutatnia a Hollandiának és a világnak, hogy megteszi, amit elvárunk tőle, jelentette ki Mark Rutte. David Cameron brit kormányfő pedig úgy fogalmazott, Európának alapvetően módosítania kell az Oroszországhoz fűződő viszonyát, ha Putyin nem változtat a hozzáállásán. Közben ugyancsak sokkoló felvételek kerültek elő arról, hogy már pénteken megtalálták a Boeing 777-es fekete dobozait. Az adatrögzítőket is megkaparintották a lázadók, és már állítólag egyik fellegvárukba, Donyeckbe vitték. A kijevi kormány is az amerikai titkosszolgálatok szerint az Oroszország által támogatott felkelők lőtték le légvédelmi rakétával. A maláj légitársaság Amsterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját csütörtökön, Ukrajna keleti részén. Az ukrán vezetés azt is állítja, hogy a szeparatisták igyekeznek eltüntetni az erre vonatkozó bizonyítékokat a tragédia helyszínén. Moszkva viszont Kijevet hibáztatja.